A kísérlethez koncentrikus elektrodák közé töltött vízre, súra, az elektromos és mágneses tér kialakításához egy 9 voltos elemre és erős permanens mágnesre, a folyadék forgásának bemutatásához krétaporra lesz szükségünk. Koncentrikusan elhelyezkedő gyűrű alakú elektródák között a folyadékban súrlódással mozgó töltések sugárirányú sebességet kapnak. Töltésmozgás akkor alakul ki, ha a folyadékba töltéshordozókat viszünk, például megsózzuk a vizet, majd az elektródákra néhány volt feszültséget kapcsolunk. Egy különösen erős a töltéshordozók sebességére merőleges mágneses tér kialakításával, az ionok segítségével az egész folyadékforgó mozgásba hozható. A mágnes pólusait megcserélve a folyadék forgás iránya is megfordul. A folyadék forgás iránya akkor is megfordul, ha az elektródák polaritását megcseréljük.